közelebb, úgy, hogy jó, és te jöttem ezt. Gyere! Gyere! Hogy tetszik? Nekem abszolút tetszik. Nekem ez búzasztó. És akkor mondtam, hogy hát nekem ezt. Igen. És mondtad, mert van egy másik is. És hogy az nem volt egy olyan mosolygós, nem? És mondtad, hogy a szerkesztőség is végigkérdezte a férfiakat, meg te magad is azt mondtad, hogy ez a másik, ez jobb, mert ez olyan. Igen. Ebben van valami titokzatos. És ezt most mondtad, is igen. 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 És akkor, kicsit fáj, hogy akkor nem mondtatok még be ebben. Ne, és akkor, amikor megláttam azt a fotót, akkor rájöttem, hogy annyira igazad volt. Igen. 56 után nagyon sokan mentek el külföldre, és kevesen maradtunk, és akkor úgy beosztottak mindenkit, hogy az Edit az csinálja az irodalmat, Friedman csinálja a filmet, a Keleci csinálja a színházat, és úgy így szakosodtunk mi tulajdonképpen, és én nem nagyon örültem a színháznak, mert az egy nagyon kis része a kultúrának, másrészt pedig nem éreztem az önkifejezés lehetőségét, mert van egy rendező, van egy színész, és akkor jövök csak én. Egészen addig a bizonyos Timár József képig, amikor vártam, hogy tudta mindenki, hogy nagyon beteg, és ha történik valami. És akkor nyílt az ajtó, és bejött a Timár, a vasajtó, van a színpadon is vasajtó, és megemelte a két bőröndöt azért, hogy el tudja játszani az előadás, hogy bírja-e. Ez egy fizikai próba volt, és az a pillanat, az volt az, ami megismételhetetlen, és egyszeri, és akkori volt, és akkor éreztem rá, hogy mi mindent tud a színházi fotográfia még csinálni, és akkor azt mondtam, hogy oké. Álljunk rá erre az útra. Eljegyzési gyűrű nekem az a Timár kép. Minden képnek megvan a maga története, ezt különlegesen nagyon szeretem, mert ez amikor készült, már akkor is a történet jó 40 éves volt, és az idő múlik. Bessenyei és Komlós Juci együtt kezdték a pályát 40-es években, igaz, hogy az egyik Szegeden, a másik pedig Miskolcon, de valahogy összekerültek Budapesten, nagyon sokat játszottak együtt, és hát a múlt, meg a sok közös színpadi jelenlét egy nagyon nagy kapcsolatot, barátságot jelentett, és a Feri állandóan nyúzta Jucikát, hogy megmutatja a lovakat neki, és egy napon fogta magát, és azt mondta, ha Juci nem jössz, akkor jövök én. Feljött Pestre érte és levitte, és ez volt az érkezés, és a Juci azt mondta, hogy akkora nagy ember vagy, hogy nagyon kicsi ajándékot hoztam neked, az ott van a Feri kezében, és egy gyönyörű napot töltöttünk együtt a lovak között, szabadon. Én úgy emlékszem, a Jucika még lovagolt is, ami dreszketve nézett mindenki.